Norvég csapattal találkozik a legjobb nyolc között a Siófok női kézilabda csapata az EHF kupában. A Balatonparti együttes 100%-os teljesítménnyel zárta a csoportkört, így a döntős párharcot idegenben kezdi. A korábban az érdett búcsúztató Storhamar ellen. Vendégen Pastovics Melinda, a Siófok kapus edzője. Jó reggelt kívánok, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást. Jó reggelt neked is, a nézőknek is. Hát én azt gondolom, hogy valami elképesztő siker előtt áll a csapat, már, már ha úgy tekintjük, hogy hogy az eredményesség szempontjából most a legjobb helyen áll, nem? Tehát ilyet még nem mondhat el magáról a csapat. Ö, valahogy valami, mintha összeállt volna, te hogy látod? Azt gondolom, hogy ö, amit te is mondasz, hogy a, a, a Siofok történeti, tehát a siófok mióta ö, ugye, ö, tíz éve, ez a jubileum, jubileumi évünk, tíz éve van MB1-ben, évről évre fokozatosan ö, próbált ö, magasabb szintet célokért kellülni. küzdeni, így van. Én azt gondolom, hogy ez az év eddig úgy tűnik, hogy, hogy, a, hogy a legerősebb évünk, valóban sikeres évünk, és de hát megfelelő játékosokkal is, tehát tényleg klasszis játékosokkal tudjuk ezt a, ezt a szintet jelen pillanatban hozni, ezért a célokért küzdeni. Ö, nagyon örülünk neki, hogy, hogy így szerepel a csapata az EHF-kupában. Nekünk nagyon fontos ez, hogy nemzetközi szinten is megmérettessük magunkat, és, és, és hát tényleg azért a Siófok képviseli Magyarországot egy szinten, még akkor is a külföldiekkel, de, de, de ott vagyunk, és, és tudnak rólunk mi az, ami, amiben mondjuk változott az eddigi munka, ugye te is tavaly nyáron kerültél ide, szinte a stáb és nagyon sok új játékos, mi az, amit úgy látsz, hogy ez a csapat nagyon jól tud, ugye az edző azt mondta, hogy védekezésben van egészen elképesztően összeállt például az együttes, de azt gondolom, hogy ez csak egy szegmense az egésznek. Hát először is tényleg tudott igazolni a, a Siófok egy sztáredzőt, én azt gondolom mellé időközben jött egy másodedző, aki úgy szintén elég, elég neves a szakmájában. Ketten egész jól kiegészítik egymást, két fajta személyiség, de mégis ugye két norvégról beszélünk, egy, egy síkon gondolkodnak, illetve hát a, a, a játékosok ugye hát tényleg amiről beszélünk, hogy, hogy klasszis játékosok, tudják a dolgukat, nyilván van akinek kevesebb idő, kellett a beilleszkedés, hogy megtalálja a saját arcát ebben a, az egész játékban, valakinek kicsit több, de én azt gondolom, most már mindenki elhelyezte magát nagyjából a csapat játékban ott, ahol, ahol nekik lennie kell, és, és az az első fél év jelen pillanatban azért Hát voltak nehéz pillanataink is, de, de én úgy gondolom a csapatépítés szempontjából most belefért. A második fél évre szoktak amúgy is, vagy hát szokott jobban összeérni a csapat. Én, én úgy látom, hogy most ezzel, hogy kaptunk egy plusz impulzust az EHF-kupa szereplésben is, a bajnokság mellett, ez, ez nagyon jó hatással van a csapatra is és ö, látszik, hogy minden héten tényleg mosolyogva is ö, élvezik a játékot, és ez a fontos. Ugye a norvég csapat lesz az ellenfél. Ö norvég edzők, viszont nagyon jól ismerik ezt a stílust. Mire számítotok majd ezzel a csapat ellen? Ha jól emlékszem, az edzőpont azt mondta, hogy meglepetés csapat ez a Storhamár, Tehát, hogy a, talán a, 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 szériában, mintha ők lennének azok, akinek a teljesítményére mondjuk nem így számított. De abból a szempontból erős csapatról van szó, de abból a szempontból meglepetés, hogy ugye egy olyan olyan bítikeimet, azt a bítikeimet verték ki, Vert, nem verték ki, előzték meg az utolsó pillanatban, ugye az utolsó meccsen tudtak nyerni ellenük aki azért favorit volt, és talán ennyiből. De de hát azért egyetlen egy nagy nevet tudunk ott mondani, a Heidi Lőke, aki, aki azért itt egy párszor Magyarországon is megkeserítette Győrben, játszott a csapatok sorsát. Nagyon jó játékos, kiváló játékos még mindig, és én azt gondolom, hogy egy fontos mozgató ereje a, a saját csapatának illetve hát, ö, még akik ö, esetleg ö, szóza Masson ö, lehet a kapuba, aki ismert brazil többszörös válogatott játékossal van szó, illetve van még Juhász Gabi, aki. Hát igen, egy érdekeltség. <laughs> volt szerencsém együtt játszani a Ferencvárosban, nagyon várom, hogy találkozzunk ismételten, ő ott találta meg a számításait Norvégiába, ö, és, és a... Nagyon ö, ismert játékos a korán régen útnak a húga játszik ott, akire felhívták a figyelmünket, hogy ő, ő azért egy erős átlevő, balátlevő, és rá is számítani kell, hogy ő, ő azért gondot okozhat. Egy ilyen helyzet mennyiben változtatja még a felkészülést? Ugye most megy a bajnokság, és aztán majd kezdnek ezek a mérkőzések, és idegenben ö, fogtok kezdeni. Mennyire kell már arra koncentrálni, vagy mennyire kell még a bajnokságra? Tehát ilyenkor ez hogyan néz ki, vagy változik? Vagy ez már az első pillanattól kezdve be volt kalkulálva? Fontos a bajnokságunk is, mert jelen pillanatban szeretnénk megtartani a harmadik helyet, mert hát ugye ez a realitás, de ugye most kezdődik, a, vagy hát folytatódik tovább, jövő szombaton már Dunajvárossal játszunk, következéten Kisvárda jön, tehát nekünk most minden olyan meccset meg kell nyernünk a bajnokságban, ami, tehát minden meccs fontos nyilván, és hát érdre fogunk menni, úgyhogy azért az ott nehéz meccs lesz, de, de, de szeretnék harmadik helyenket megtartani, ilyen pillanatban ezt reálisnak tartom, a felkészülésben ez ilyen pillanatban, tehát meccsről meccsre haladunk, majd amikor jön a stor, ha már nyilván egy pár héten belül, akkor majd előtte azért már elkezdünk ezzel is foglalkozni. Ha már megemlítetted ugye a bajnokságot, akkor a Dunai város lesz jövő szombaton. Ugye őket megvertétek a bajnokságban, de a Magyar Kupában viszont miattuk uh, estetek ki. Úgyhogy ez most egy érdekes mérkőzés lesz, nem ennyire van bennetek ez a visszavágás, vagy az egy, azért a Magyar Kupáról tudjuk, hogy azért egy speciális sorozat, uh, de azért csak, csak ott lehet a fejekben. Hát igen, az egy nagy érvágás volt a klub ö, számára is, illetve a csapat számára, hogy ott ez a Magyar Kupa nem sikerült, mert azért arra számítottunk, hogy minden, minden ö, szintéren, ö, minden ö. szintéren ö, helyt fogunk állni, így van. Ö, igazából az a Dunajvárs egy szerencsétlen időszak volt, mert ugye a két lala meccs, ha jól emlékszem, két lala meccs között volt, és hát az akkor még ugye kiki játszottunk a további jutására az EHF kupában, úgyhogy nem is igazán tudtunk arra készülni, illetve hát ott a meccs szituációban is, ott a meccs közben is azért voltak a fontos kieséseink, ugye az Andrea kobetic cset állították ki talán? Nem tudom, és piros lappal, és már nem emlékszem jól, de a lényeg az, hogy, hogy ugye elveszítettünk egy-két játékost, és viszont a Dunai Város nagyon lelkesen és jól játszott, természetesen nem veszi el az ő, ő érdemüket ez a, ez a győzelem, vagy ez a továbbjutás. Mi most azért szeretnénk, nyilván van bennünk egy egészséges visszavágás. Hogy álltok most, mert ha jól tudom, sérülések is tizedelik a csapatot, ha nem is tizedelik, de azért vannak, és azért, hogy ők meggyógyulnak-e majd akkor, amikor az UEFA meccset kell játszani? Hát, aki most a legnagyobb sérülésünk sajnos, egy válsérülés és műtenés kellett, ez Johanna Drabik. Akkor ő, ő már nem fog Hát élni. ő kiszállt szerintem erre a, erre a szezonra, de kisebb-nagyobb sérüléseink vannak, amit, amit úgy gondolom így tudunk kezelni a, a hetekben. Angela Csevisnek van még egy lábfejsérülése, de én azt gondolom, hogy az, az rövid időn belül azért, azért ö, meg fog gyógyulni. Úgyhogy ö, most így, így ez, ebben a felállásban kell helytállni. Remélem azért mindenki az EF kupára, illetve hát azért a bajnokság is fontos nekünk, hogy, ö, hogy ott is azért egészséges emberek legyenek. Jól halad a csapat, ö, egészen elképesztő játékosok, ö, tehát a játékos állomány is nagyon jó. Nagyon jók a körülmények, azt gondolom, hogy szavatok nem lehet, mert egészen elképesztő új csarnokban dolgoztok. Lenne egy olyan kérdésem, hogy mennyire fontos az, hogy, hogy milyen az utánpótlás? Ugye most arról beszélünk, hogy ez egy olyan csapat, amelyikben rengeteg külföldi játszik, és alig-alig van magyar, hát ha ott is ülnek a kispadon, hogy a pályára mikor kerülnek, azért az kérdéses fontos-e az, hogy az a sok siker, ezek a jó eredmények, ez olyan húzó erő legyen, hogy aztán esetleg a fiatalok is bekerülhessen? Kezdeném azzal hogy az elejétől, hogy nekünk 2018-ban felépült ugye, az arén, amiről te is beszélsz, egy csodálatos csarnok. Minden meccset tehát játszunk azóta. Azt gondolom, hogy nagyon sok ember kíváncsi a jelenlegi csapatra. Persze ez magában vonza azt is, hogy ugye sikeres a csapat. És, és tényleg az a fontos, hogy hogy családok gyerekek jönnek ki, és élvezik, és ez egy szabadidő program nekik, és, és, és mi ezt tudjuk nyújtani nekik. Azok a gyerekek, akik kijönnek a mérkőzésre, nagyon sok gyerek választja a kézilabdát, például siófok és környékén, de én azt gondolom még lehet Magyarországból is, vagy Magyarországon belül is jönnek gyerekek, és szeretnének nálunk kézilabdázni. És, és, és ez nagyon fontos ugye a klub számára, hogy, 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 ez a sok gyerek majd nálunk folytassa. Nyilván ez egy vonzó erő, mert szeretik, kedvencek a sztárjátékosok. Az utánpótlásunkban jelenleg vannak kiemelt játékosaink, akik hát még nem töltötték be a 18. életévüket, de tehetséges játékosok. Egyelőre csak megad, megadjuk neki a lehetőséget, hogy felnedzenek a felnőttel, és ott pallérozódjanak, fejlődjenek. Nagyon jó környezetben és profi emberek között tudnak ugye fejlődni. Szerintem ez fontos jelen pillanatban a számukra. Az, hogy később ők, az ő fejlődésük mennyire, tehát hogy mennyire válnak esetleg top játékossá, az rajtuk is fog múlni, de nyilván mi mindent megadunk nekik ahhoz, hogy, hogy ott lehessenek, jelen pillanatban még nem alkalmasak arra, hogy, hogy felnőttben komoly szerepet kapjanak, de, de mi ezen dolgozunk. Hát is sok sikert kívánok ehhez is, és természetesen az EHF kupa szerepléshez és köszönöm szépen, is. Köszönöm szépen, itt Én is köszönöm.